Halló, sziasztok! Ezen a szép tavaszi napon arról szeretnék beszélni, hogy kell a kormánykapcsolókat, a belső kárpitokat időközönként átpucolni, átpisíteni, áttakarítani. Azért, hogy legyen rálátásuk a dologra, egy ilyen 20 éves öreg kiskocsit választottunk, amelyikben milliószor beleülnek, milliószor megfogják a kocsinak a ajtóbehúzóját, a kormányát, a kilincsét, és mégis mitől marad ilyen szép egy kocsi? Ugye sokan azt gondolják, hogy a belső kárpit, mivel az szövet, hát azt nem szükséges takarítani, mert hát az használva van, azért van benne. Nagyon sok kocsin észreveszünk, hogy a fogója, az ajtóbehúzója, a kapcsoló, a kormány vastagon zsíros. Ugye a kéznek van egy bizonyos zsír tartalma, azon lehet rajta kosz is, meg bármi lehet, és hogy fogdossuk a kárpitot, a behúzót, a műanyag alkatrészeket, ráragadnak dolgok. És ha ez nincs időben lemosva, és ez a becsapás az egészbe, akkor ez a zsíros dolog, ez megkezdi úgy a kormányt, mint magát a kezelő szerveket. És egy idő után csak úgy tudjuk lemosni, hogyha lemossuk magát a jeleket is, mert már úgy beleivódott ez a zsíros valami. Baromi egyszerű, nagyon-nagyon egyszerű megtakarítani, egy kis ultrás vízzel, egy kis szivacsra ráhúzva megtakarítjuk, lemossuk róla. Nekem ugye van egy autótakarító vállalkozásom is, egy kozmetikánk, és mi ezt minden kocsinál megcsináljuk. Van, amelyiken rendbe tudjuk hozni, amelyik már elég jól el van használódva, de amikor már túl van azon a métán, amikor már nagyon-nagyon koszos, akkor már nem tudunk vele mit csinálni. Akkor már sajnos nem lesz ilyen szép, és ez nem biztos, hogy csak egy 20 éves kocsinál van így. Lehet, egy 5-6 éves kocsinál is már úgy elkoszódik, elhasználódik, elkoszódnak ezek a műanyag alkatrészek, hogy nem lehet vele mit csinálni. Ugye a kárpitról meg nem is beszélve, mert ha szövet kárpit van egy kocsiba, az sajnos, ha abba beleivódik ez a zsíros, koszos, olajos anyag, akkor szinte lehetetlenség kitakarítani. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogyha szereti a szép autót, mint ahogy én is, és szereti, hogyha szép autóba ül bele, szereti, hogyha ha jó érzéssel tölti el a kocsinak a belseje, jó illat van benne, akkor erre egy kis figyelmet fordítson. Köszönöm szépen a figyelmet!